A Bedekovics-Lőrinc Népfőiskolai Társaság 21. alkalommal rendezte meg karácsonyi ünnepkörhöz kötődő programját, az Adventi Kávéházat. Ezúttal a régi kaszinó étterembe várták az érdeklődőket egy lélekemelő komoly zenei előadásra. Örülök, hogy ilyen szép létszámmal jöttük a mai délután össze. Azt megszokhattuk az Adventi Kávéház előadásnál, hogy magas színvonalú, és én úgy gondolom, hogy az idei délutánon is egy négy bós előadásban lesz részünk. Úgyhogy nem is raholom tovább az idejüket. Érezzék magukat jól, szórakozzanak kellemesen. A köszöntő után Kovács Béláné Pető Magdolna, a Népfőiskolai Társaság elnöke osztotta meg az adventhez kapcsolódó ünnepi gondolatait. Az advent eljövetnek előkészülési időt, várakozást jelent. A kereszténység legnagyobb ünnepe. Azt gondolom, az egész életünk egy nagy várakozás, de így karácsony tájékán a várakozás elmélyül bennünk, misztikusabbá lesz. A több mint egy órás klasszikus zenei töltekezést a Benyus család nyújtotta, akik már harmadjára tértek vissza Jászfényszarura. A Benyus testvérek kamara együttese 10 testvérből álló kis szimfonikus együttes. A gyermekek születésük sorrendjében fokozatosan kapcsolódtak be a közös zenélésbe, így a kamara együttes közös múltja több mint 30 évre tekint vissza. Nagyon kellemes, nagyon jó érzés volt visszajönni. Azt is mondhatnám, hogy egy kicsit úgy éreztem, nekem még nem ment ki a múltkori a fejemből. Még emlékeztem rá, és arra a közegre is, arra a szeretetre is, amivel fogadtak, és ez már sok mindent jelentett, hogy szívesen jöttünk ide. Központi helyet foglaltál az életemben, mint gondolat. És korán kezdtük el. Azt, amit én elmulasztottam annak idején, én viszonylag későn kezdtem. Azt szerettem volna a gyerekeknél, hogyha ők megkapják azt, amit én akkor elmulasztottam. És aztán elkezdtük az egyikkel, elkezdtük a másikkal. A harmadik már jött belőle, őt is érdekelte, hogy mit csinál az a másik kettő. És attól kezdve nem kellett nekik mondani, hogy gyertek, mert jött egyik a másik után ilyen kis pendelyes korukba. Az Adventi Kávéházak programsorozatát több mint 20 évvel ezelőtt hívta életre a Népfőiskolai Társaság azzal a céllal, hogy egy kicsit meghitten lehessen emlékezni azokra, akik az ünnepet már nem tölthetik szeretteikkel, és lelkünket felkészítsük az áldott ünnepre. A szép muzsika ezt ebben az évben is lehetővé tette. Igen, a Jászfényszarói Bedekovics-Lőrinc Népfőiskolai Társaság most már 24 éves az idén, és már a kezdetektől megrendeztük az Adventi Kávéházat. Más-más helyszínnel ugyan, de mindig ugyanazzal a céllal az adventi készülődés volt. A célunk, azt szerettük volna, hogyha minél többen együtt, közösen ráhangolódunk erre a várakozási időszakra. Törekedjünk hát arra, hogy várakozásunk ne öncélú legyen, hogy mindaz, amit a jelenléttől kapunk, élő vízként folyik tovább belőlünk, és mások épülését, javát, örömét szolgálja. Ez az advent igazi haszna, ez karácsony valódi értelme.